Több száz virágot ültettek el kedden délelőtt Horgoson. A Magyar Kanizsai Kommunálác kommunális szolgáltató közvállalat munkatársai begóniákat, muskátlikat, vinkákat és büdöskéket is ültettek. Megszépült a horgosi művelődési ház előtti tér. Jelenleg is szépítjük a falu központját, virágültetés folyik, fűnyírás, takarítás, muskátlikat helyeztünk ki az oszlopokra. A 25 önkéntes között voltak fiatalok és idősek is egyaránt, akik gerebjéztek, galjakat és szemetet szedtek, valamint füvet vágtak. A falu szépítő akció célja a játszótér rendbetétele, valamint a közterületek szépítése volt. Ez az akció azt szolgálja, hogy az emberek sajátjuknak érezzék ezt a települést, fontosnak érezzék azt, hogy tenni kell érte valamit, és csak is akkor lesz valami szép és jó, és kellemes, hogyha teszünk is érte, és az emberekben is van egy jó érzés, hogy ő tett valamit a falujáért, nem csak kritizált, hanem tehát pozitívan állt hozzá. Sors Róbert hozzátette, tervben van még a piasztér rendbetétele, valamint további virágokkal díszítik majd a köztereket a faluban.